Elhelyezték a Magyar Posta ZRT zalaegerszegi logisztikai depójának alapkövét. Sajtóreggeli. A Szabad Sajtó napja alkalmából látták vendégül az újságírókat. Március ifjak. Kézműves foglalkozásokat tartottak Gébárton. Ez az zalaegerszegi televízió híradója, jó estét kívánok, H. Horváth Gyula vagyok. 2022. március 9-e szerda van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Logisztikai központot létesít a Magyar Posta Zalaegerszegen. Az új depó várhatóan 170 ezer csomagot kezel évente. Az üzem teljes ellátási vonzás körzetében megközelítőleg 180 település tartozik. Az ünnepségen Balaid Zoltán Zalaegerszeg dinamikus fejlődésére emlékeztetett. A polgármester ezen belül a logisztikai iparág kiemelkedő helyzetét hangsúlyozta. Elég, hogyha a Metrans beruházására gondolunk, amely több 10 milliárd forintos értékben egy 20 hektáros területen alakul ki, 500 új munkahelyet teremtve. Ehhez kapcsolódik számos egyéb fejlesztés is, azonban itt most ezen a területen egy teljesen új cég, a Magyar Posta ZRT fog egy logisztikai központot kialakítani. Ilyen depóval eddig a posta a városban nem rendelkezett. 1 milliárd forintos beruházással egy 2700 négyzetméteres csarnokot építenek meg, és ezzel 62 új munkahelyet teremtenek. Ma egy olyan alapkövet adtunk le a postának, amely egy elosztó központot jelképez, hiszen a posta, a logisztika nagyon fontos ma is a világban, és a következő időszakban is ez lesz. Fontos, hogy mindazokat a cégeket idehozzuk, amely az életünk működtetéséhez szükséges. A beruházásnak köszönhetően a térség és az ország gazdasága is erősödik. Ennek oka, hogy a fejlesztés újabb munkahelyeket teremt, emellett hozzájárul a postai szolgáltatások és a csomagszállítás színvonalának emelkedéséhez. Nagyra értékeljük, hogy a Magyar Posta mindent megtesz, hogy végigkíséri a magyar vállalkozásokat a digitalizáció és az elkereskedelem világába való belépésben, hogy cégeink megvessék lábukat először a hazai piacon, majd akár a világgazdaságban is. A posta olyan logisztikai infrastruktúrát hoz létre, amely a postai technológiai elvárásoknak megfelelően kiépített, gépesített és automatizált depókban új, integrált informatikai rendszerrel biztosítja a logisztikai szolgáltatások hatékony és minőségi teljesítését versenypiaci körülmények között is. A cél érdekében országszerte 23 ilyen létesítményt építenek 2023-ig. Ezek egy részében, köztük a zalaegerszegi depóban, automatizált csomagszortírozó berendezés is segíti a munkát. 180 település nagyjából fog ide tartozni, közel 183 ezer lakossal és egy olyan 140-150 ezer csomaggal a jelen pillanatban. Ellenben ugye arra számítunk, hogy ez jelentősen növekedni fog az elkövetkezendő időben, ezért is fontos, hogy egy modern infrastruktúrával készüljünk ellen. A projekt a Magyar Posta MPL Plus programjának része. Ennek segítségével mintegy 50 milliárd forintból a teljes logisztikai infrastruktúrát korszerűsíti a szolgáltató. Virradat címmel kiadott választási programját ismertette a Mi Hazánk mozgalom. Az újságírókat a honvédelemmel kapcsolatos elképzelésükről tájékoztatták. A jelenlegi helyzetben aktuálissá vált a Mi Hazánknak a Virradat programjában a honvédséggel kapcsolatos feladatok, illetve programunk. Mi szeretnénk a honvédelmi oktatást új alapokra helyezni, ifjúságnak már meg kéne tanulni ezeket, és be fogjuk vezetni a honvédelmi kötelező alapképzést. Ezt két hónapban gondoljuk, a nyári hónapokban, tehát ebbe a háborús viszonyok között mindenképp fel kell készíteni a lakosságot, az állampolgárokat. A párt fontosnak tartja, hogy Magyarország megőrizze a semlegességét, ugyanakkor támogatják, hogy a bajba jutottak humanitárius segítséget kapjanak. A Mi Hazánk mozgalom kiáll Magyarország semlegessége mellett. Ebben a konfliktusban, ami jelenleg Ukrajna és Oroszország között zajlik, nem vehetünk részt. Nem fogadjuk el azt, hogy NATO csapatok állomásozzanak Magyarországon, és semmilyen védelmi katonai, vagy akár támadó katonai fegyver juttatását nem szeretnénk, hogy Magyarország Ukrajnának juttasson. Kizárólag humanitárius segítségnyújtást tudunk elképzelni, ezért azokat az elképzeléseket, amit a brit miniszterelnök is kimondott, elutasítjuk.
A politikusok elmondták, függetlenségpárti nagygyűlés szerveznek március 15-én Budapesten a Nemzeti Múzeumnál. A rendezvényen egyebek mellett a NATO csapatok Magyarországra telepítése ellen tiltakoznak. Tovább erősíti Magyarország jelenlétét és kutatásfejlesztési tevékenységét a Bosch csoport. A vállalat az zalaegerszegi Zalazon tesztpályához közvetlenül kapcsolódó területen hoz létre egy mérnöki fejlesztő és tesztelő központot, jelentette be közleményben a Robert Bosch Kft. A 10.000 négyzetméteres telken épülő létesítmény része lesz egy 2.000 négyzetméteres irodaépület, 8 tesztautó szerelőállomás, valamint egy diagnosztikai műszerekkel felszerelt 1.500 négyzetméteres műhely is. A beruházás 200 új munkahelyet teremt Zalaegerszegen, melyek nagy része magasan kvalifikált mérnöki kutatói munkakör lesz, tájékoztatott a cég. Sajtóreggelire várták ma az újságírókat a megyeházán. A Szabad Sajtó napi alkalmából rendezett eseményen a kormányhivatal, az Alamegyei Önkormányzat, a rendőrfőkapitányság, a katasztrófavédelem, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve a tankerületi központ vezetői is részt vettek. A rendezvényen a Kiskata zenekar Magyar vagyok című dalát Radics Petra, a Zalalövői Általános Iskola tanulója adta elő. A vendégeket Víg László országgyűlési képviselő köszöntötte, aki beszédében megköszönte a médiumok munkatársainak munkáját. Mint mondta, fontos szerepük van abban, hogy az emberek életét segítő információk mindenkihez eljussanak, legyen szó akár oltásról vagy adománygyűjtésről. A sajtó mindezekben a folyamatokban segítségünkre van, úgyhogy nagyon nagy köszönet az irányukba, és hiszelésen tisztességesen tájékoztat mindarról, amelyet a politikum körbeölel, és azokról az eredményekről már nem kell erről elfeledkezni. Nagyon sok eredményt ért el ez az ország az elmúlt évtizedben, ez pedig büszkeséggel tölt el minden magyar embert. Sifter Rózsa kormány megbízottként úgy látja, az újságírók munkája által az államigazgatás területe is nagyobb nyilvánosságot kap. Az elmúlt években kormányablakokat állítottunk fel, ami szintén egy lépés vagy több lépés volt az állampolgárok irányába, hogy értesüljenek a változásokról, a jogaikról, az ügyintézési lehetőségeiket. A hiteles tudósítás szintén ehhez nyújtott segítséget. Az ünnepségen Ekler Elemér, a Zalatáj kiadó, és Horváth Attila, a Zalai Hírlap főszerkesztője osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Horváth Attila azt mondta, ebben a járványban és háborús helyzet által terhelt időszakban a sajtó munkatársainak felelőssége kiemelten fontos. Különösen fontos az, hogy mindenféle hisztériakeltéstől, pánikkeltéstől, álhírtől tartózkodjon az, aki ebben a szakmában dolgozik, mert az, amit ő kommunikál, annak mindig következménye van, az írott szónak, a mozgóképnek, az elhangzott szónak súlya és hatalma van. A sajtó reggeli kötetlen beszélgetéssel zárult. A közelgő nemzeti ünnepre készülöttek a családok a hétvégén a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház rendezvényén. A program ezúttal a márciusi ifjak címet viselte. A résztvevők egyebek mellett kokárdát és nemzeti színű karkötőt készíthettek különböző technikákkal. Itt szúrok rá egy lyukat. A kartonpapírra megrajzolt ló farkincát is kap, majd nemzeti színű zsinór segítségével mozgatni lehet a lábait. Ugyancsak lovas huszár és annak kardja formálódott egy másik asztalnál. Itt az alapanyag mézes kalács tészta volt. Lehet készíteni kör alakú címert, mindenféle huszárt, kardot, kakast is március 15-e alkalmából. Igazából a mézes kalács készítésnél kicsit nehezebb, mert ugye súlyt kell rátenni, lenyomni, és utána ilyen damillal kihúzni a felesleget. A karkötőt ezúttal piros, fehér és zöld gyöngyökből fűzték. Sokan gyakorlott kezekkel láttak munkához, hiszen visszatérő vendégei az zalaegerszegi kézművesek házának.
Igyekszünk minden alkalommal eljönni. Most a március 15-e alkalmából vannak különböző foglalkozások. A kislányom éppen gyöngyöt fűz, nagyon szeret kézműveskedni, úgyhogy tényleg évek óta, pici kora óta eljövünk ide a kézművesek házába, ha van ilyen kézműveskedési lehetőség, foglalkozás. Nagy öröm, hogy most éppen március 15-e előttre esik ez a nyitott galéria napunk, mert évek óta tervezzük, hogy valamikor kellene egy ilyen március 15-ét, hogy mit lehet kihozni a kézművesség terén ebből a dologból, és most ezt megvalósítjuk, és hát nagyon jó pofa dolgokat lehet most itt csinálni. A repertoárban a kokárda készítés is szerepelt, emellett nemezelhettek kismadarat és tulipánt is a családok. 13. alkalommal szervezték meg a Göcsej Galopp terepfutó versenyt és teljesítménytúrát. A korábban Káváson, néhány éve pedig Bödén tartott esemény célja, hogy a futóknak versenyzési lehetőséget biztosítson, a túrázók pedig megismerhessék Göcsejt. A rendezvény az Alai Értéktár része. Több százan érkeztek vasárnap reggel a kis zalai településre, hogy kellemesen, egyúttal hasznosan töltsék a napot. Az indulók között valamennyi korosztály képviseltette magát. Szinte mindegyikük életének fontos része a sport. Hetente háromszor futok általában, havonta egyszer most már eljutok versenyekre, 5 éve futok. Hát ez egy életformává vált nálam. Ezt a versenyt óriási kihívásnak tekintem. Életemben most futok másodszor 16 kilométert, nem tudom, mi lesz a vége, de bízom az erőmbe. A 16 kilométer nem sok számomra, mivel már próbálkoztam hosszabb távokkal is, és azok is mentek. Úgy, ahogy szóval nem mondom azt, hogy nagyon nehéz, sem mondom, hogy túl könnyű. A túrázók 5, 11, 22, 33, 44 és 55, míg a futók 5, 16 és 33 kilométeres távok közül választhattak. A sportolókat ezúttal napsütés várta, a főszervező szerint a kellemes időjárás most sokaknak csalódást okozott. Most el lesznek keseredve, mert egyáltalán nincsen sár, vagy csak nagyon kevés. Alapvetően ezt a túrát az jellemzi meg, ezt a futást, hogy sár van. Hát az agyag, ami itt van a környéken, az meg is látszik, de most teljesen száraz szinte az egész pálya. Hát dimbes, dombos, földutak, ez várja őket. Az egésznapos program végén 14 kategóriában hirdettek győzteseket. Valamennyi résztvevő befutóérmet vehetett át. Két helyszínen folytatódott az országos bajnokságok sora az atlétikában. Szombathelyen a serdülő dobóatléták mérték össze tudásukat a téli dobóbajnokságon. A Zalaszám Zac ifjú diszkoszvetője Kovács Lőrinc magabiztos versenyzéssel, 4 érvényes kísérlettel, új egyéni csúccsal 50,91 százados eredménnyel végzett az első helyen, és állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Eközben a szeniorok fedett pályás országos bajnoksága Budapesten zajlott a Szima csarnokban. Itt Gócánné Tóth Zsuzsanna képviselte az Zalaszám Zac színeit. Ő 60 méter síkfutásban második helyen ért célba, és új versenyszámként távolugrásban aranyérmet nyert. Stációk címmel nyílik Tóth Csaba Munkácsi Díjas festőművész kiállítása március 10-én a keresztúri VMK Gönczi galériájában. Az eseményen az alkotóval Mozsár Eszter újságíró beszélget. Tóth Csaba 1985-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola festőszakán, ahol mestere Svábi Lajos volt. 1990-től tanít a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, alapító tagja a Rumi Rajki István műpártoló körnek. Művészetelméleti tanulmányokat publikál. Tóth Csaba tárlata április 12-ig tekinthető meg. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Elhelyezték a Magyar Posta ZRT zalaegerszegi logisztikai depójának alapkövét. Sajtóreggeli. A Szabad Sajtó napja alkalmából látták vendégül az újságírókat. Márciusi ifjak. Kézműves foglalkozásokat tartottak Gébárton.
Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2022. március 9-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!